2019-ben október végéig 477-en vesztették közúti balesetben életüket az országban, csak októberben mintegy 50-en. Ezek több mint 90%-a figyelmetlenség, szabályszegés és felesleges kockázatvállalás miatt történik. Adott tájékoztatást nemrég Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztályának vezetője Oberling József. Ezen pedig a romló időjárás sem segít, korábban sötétedik, valamint ködösek az esték és reggelek, ami merőben rontja a látási viszonyokat, a különféle csapadék pedig sokkal sikosabbá teszi az utakat az eddigi megszokottakhoz képest. Ez pedig sajnos a közlekedés biztonságra is kifejti negatív hatásait. Ezért a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság idén is meghirdette a Látni és Látszani 2019 elnevezésű kampányát, amelyben arra buzdítják a gépjárművezetőket, hogy használják ki a felkínált lehetőségeiket, vizsgáltassák át autójukat és látásukat. Ezeket most is ingyenesen tehetik meg, ugyanis a kampányba szakszervizek és optikusok is becsatlakoztak. Előbbiek térítésmentesen vizsgálják át a járműveken a lámpák és fényvisszaverő elemek működését, azok állapotát és rögzítettségét és a világítási tulajdonságokat. Ez a lehetőség személy- és tehergépkocsikra, valamint motorkerékpárokra is vonatkozik. A vizsgálatra magánszemélyek és cégek is jelentkezhetnek. A vizsgálatok végezetével a szervizek egy külön kampányra készített tanúsítványt adnak át a tulajdonosoknak, amely bizonyítja, hogy a jármű megfelel a jogszabályi előírásoknak. Fontos, hogy ezt a dokumentumot mindenki tartsa magánál, és közúti ellenőrzés alkalmával adja át az intézkedő rendőrnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezt követően a rendőr minden teljesen rendben talál majd. A szabályszegés elkövetése alól nem mentesít a tanúsítvány, de az intézkedés során a hatósági mérlegelés alapja lehet. A kampány másik fontos eleme az, hogy a sofőrök látását ellenőrizzék. Ennek keretén belül a kezdeményezéshez optikus szakemberek is kapcsolódnak, akik a vizsgálatok során megállapítják, hogy a járművezetőknek szükségük van-e valamiféle korrekciós segítségre. Segít a dioptria mértékének megállapításában, segítséget nyújt és tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítésével kapcsolatban. A fentebb felsorolt alternatívák jó lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a közlekedésben résztvevők naprakészek legyenek, úgy az egészségügyi állapotukkal, mint autójuk műszaki állapotával kapcsolatban. Így felkészülve a téli időjárási viszontagságokra nem csak magunk és utitársaink, de a forgalomban résztvevő többi embertársunk biztonságát is megőrizhetjük.